hagyomány az is, hogy a plenáris előadásokhoz olyan szakmai szereplőket, kiváló kutatókat keresünk, akik múltjukkal, jelenükkel és jövőjükkel is szorosan kapcsolódnak ehhez a témához. Az első előadónk felkonferálására készülve újra átnéztem a konferencia kötetbe írt absztraktot, és igazán megragadó a gépi disztrakció világát és a figyelemmegosztás kérdéskörét taglaló témákat találtam. Bízom benne, hogy a következő fél órában önök is megismerhetik majd ezeket a kérdéseket, és talán a válaszokat is. Dr. Plé Csabát kérem meg az előadása megtartására. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Nem fogok beszélni a diszruptív technológiákról általában. Mindannyian ismerjük ezeknek a híres eseteit. Egy fél évvel ezelőtt a Szolnok környéki országúton az autóbalesetet és így tovább. Nyilván nekünk az oktatás világában szerencsére sokkal lágyabb diszrupciós problémákkal kell megküzdenünk, ugyanakkor érdemes áttekinteni. Először egy picit általában fogok arról beszélni, hogy mi pszichológusok hogyan is látunk hozzá annak a kérdésnek a vizsgálatához, amit itt önök digitális átállásnak, digitális technológiáknak neveznek, és így tovább. Utána néhány példát mutatok be. Az egyik példám az emlékezettel lesz kapcsolatos. Az új technológiák hogyan vezetnek be egy az írással hasonló mértékű új emlékezeti megosztást, utána pedig egy kicsit részletesebben a zavaró tényezőkről a tanulás folyamatában megpróbálom megmutatni, hogy hogyan használunk ennek elemzésére kísérleti technikákat és nagy szörvészszerű módszereket. Végül az előadás végén néhány biztató szót fogok mondani. Nem veszünk el teljesen a zavaró technológiák világában. Merlin Donnelltől, az önök közül biztos sokak által ismert Marshall McLuhan féle torontói kommunikációs iskola egyik folytatójától. Donnelt volt az, aki a neuropszichológiát összekapcsolta McLuhan üzenetével, de nem a McLuhan féle moralizáló üzenettel, azzal, hogy a maga a közeg, az üzenet, és így tovább, ugye, ami a televízió elterjedésével kapcsolatban merült fel, hanem a pozitív oldallal. Donnelt azt elemzi, most már 2,5 évtizeden át, hogy a technológiai átalakulások között milyen kitüntetett szerepe van a kommunikációs technológiáknak, és a kommunikációs technológiákon belül milyen új átalakítások mennek végbe. Az első hárommal nem akarok foglalkozni, van Donnelltnek egy jellegzetes emberi válás elmélete is, amely hát állást foglal a testnyelv és az beszélt nyelv viszonyában, úgy gondolja, hogy a testnyelv mindig előbb jelenik meg, mint a beszédnyelv. Egy szempontból van a mai világra is üzenete, ugyanakkor úgy képzeli el, hogy ezek a különböző kommunikációs technikák mindig egymást felölelve alakulnak ki. Attól, hogy beszélni tudunk, még gesztikulálunk. Bár magyar oktatókra sokszor nem jellemző, de otthon az asztalnál ők is gesztikulálnak. És attól, hogy írni, olvasni tudunk, még nem felejtettünk el beszélni. Ennek egy érdekes sugallata van a mai digitális technológiákra. Vajon a digitális technológiákkal tényleg el fog veszni a beszéd, az írás, olvasás? Nem fog elveszni. Én erről ezt a meggyőződésemet akarom hangsúlyozni. A mitikus alatt szerepel a teoretikus kultúra. Teoretikus kultúrán Donald azt érti, és erről már érdemes, bocsánat, néhány szót ejteni a teoretikus kultúráról és Gutenberg forradalmáról, hogy az írás majd tömegesen a könyvek, a könyvnyomtatás megjelenésével az emberek számára egy új emlékezeti megosztás jelent meg. Ma már, hogyha előadást kell tartanom mondjuk Radnóti szerelmi lírájáról, nem ma, 40 évvel ezelőtt, akkor nem kétségbe, semmit nem tudok róla, bemegyek a Széchenyi könyvtárba és leveszem a Spenótot, a híres irodalomtörténeti kézikönyvet, és felkészülök az órára. Ma persze ugyanezt csinálom digitálisan, megnézem az interneten különböző keresőeszközökkel, tehát emlékezetünk tehermentesült, és ebből a szempontból
óriási forradalom volt valójában az írásolvasás, emberi forradalom, nem csak kulturális forradalom. Fábri tanár úr említette, hogy 30 évvel ezelőtti dologról beszél. Hogy mondjak én egy 50-60 évvel ezelőtti dolgot, nincsenek itt olyan öregek, akik ezt megérték volna. Én még Budapest közepén, a 9. kerületben úgy jártam általános iskolába, hogy délután, 50-es évekről beszélünk, analfabéták jártak oda az iskolába. Analfabéták, itt Magyarországon, 57-58-ban. Azután mit éltünk át, szintén az 50-es években, és ennek a mai társadalmi következményeit, nem szándékolt következményeit látjuk. Mi volt a hatalom konszolidálása után Mao első nagy kampánya? Megtanítani, írni és olvasni a kínai parasztok 100 millióit. Mindannyian röhögtünk ezen, hogy mi haszna van ennek, hogy olvassák a kis piros könyvet. Látjuk, hogy két nemzedék alatt mi történt azzal, hogy Mao megtanította írni és olvasni a parasztok 100 millióit. Ugye, milyen ma a kínai oktatási rendszer? Ne feledjük el, ő nem azért tanította meg, ő tényleg azért tanította őket írni és olvasni, hogy olvassák a piros könyvet és legfeljebb egy kis Sztálint és Lenint, de ennek a következményei beláthatatlanok voltak. Na most, a hálózati kultúra érdekes és izgalmas módon helyezkedik el ebbe a folyamatba, egyetlen fél mondatot mondok csak úgy általában róla. Amikor erről beszélünk, és önök már a 12. konferenciát is tartják, ne feledjük el, hogy egy kicsit olyan helyzetben vagyunk, mintha Gutenberg nem azzal lett volna elfoglalva, hogy hogyan csempésze át a mozgatható nyomdai eszközeit Frankfurtból Strasbourgba, amikor a német adóhatóság kergeti őt, hanem azzal lett volna elfoglalva, hogy tanulmányozó, hogy milyen következménye lesz az emberekre nézve az nyomtatás elterjedés. Nem. Tehát ma mi olyan, persze sokkal gyorsabbak a technológiák, a társadalmi folyamatok is gyorsabbak, de nem lehetünk túl bölcsek. Úgy elemezzük ezeket az átalakulásokat, hogy az átalakulások közbe mennek végbe. Mi pszichológusok számos mozzanatot próbálunk vizsgálni a kapcsolatokkal, az intimitás problémájával, a szövegek digitalizációjának, képek és olvasás átalakulásának hatására. Ezt csak azért mutatom fel egy kis kaptáció benevolencia érdekében, hogy sok mindennel foglalkozunk, én ebből most csak majd kettőt fogok kiemelni, sok mindennel foglalkozunk, az előző ábra azt mutatta, hogy, vagy táblázat, hogy mikkel foglalkozunk technikailag. Ebből én most részletesen az utolsó előtti problémával, a többszörös feladatvégzéssel fogok foglalkozni. Tehát, de sok mindennel foglalkozunk technikailag, a kísérletezés apró pénzére lefordítva is. A pszichológia szinte minden területe érintett a digitális átalakulás következményeibe. Ugye a legtöbbet vizsgált a klinikai mozzanat, a digitális függőségek, itt az ELTE PPK-n is óriási erők szeretnék meggyőzni az embereket arról, hogy a internetolvasás legalább olyan veszélyes, mint a dohányzás. Én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy ezek a típusú függések egészen mások, mint az anyagcsere függések, de most nem erről fogunk beszélni. Ugye természetesen óriási szerepe van alulról felfelé haladva a szociálpszichológiában, az ergonómiában, a szervezetpszichológiában, nevelés lélektanban és a kísérleti pszichológiában. És a kísérleti pszichológia az én saját területem. Egyrészt drámaian átalakult köznapi gyakorlatát tekintve. Ma nagyon a tudományos szaklapokban megjelenő cikkek körülbelül egyharmada nem laboratóriumi kísérleti pszichológia, hanem webes felületeket használ kísérleti adatok szerzésére. Nekünk is számos olyan vizsgálatunk van. Ez az egyik oldal. A másik oldal, hogy a kísérleti pszichológia megpróbálja laboratóriumi vagy szimulált helyzetekben a gyakorlati élet problémáit vizsgálni. Például azt, hogy hogyan változik meg az olvasás, például azt, hogy hogyan változik meg a figyelem megosztása, és így tovább. Mindeközben a pszichológusok három különböző felfogás harca közben élnek. Vannak
társadalmi optimisták, akik azt gondolják, hogy itt az internet, demokratikus, szabad, izgalmas lesz a világ, minden jó lesz. Vannak pessimisták, baloldali és jobboldali pessimisták egyaránt, mármint politikailag. Ugye Vargas Loszától kezdve a különböző magyar jobboldali bloggerekig tengernyien vannak, akik azt mondják, hogy az új technológiák ellent mondanak az emberi természetnek, elbutulunk, felszínesek leszünk, ilyenek, olyanok, amolyanok. Végül én pirossal jelzem a biológiai optimistákat, mert én magam ezek közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy nagy átalakulások vannak, de az átalakulások számos dolgot, ezt felel meg ennek a rajznak, számos dolgot nem változtatnak meg, de megváltoztatják azokat a kereteket, ahogyan kezeljük az információkat. Egy nagyon egyszerű példát mondva, mi is nagyon sok kutatást végeztünk magyar közegben is arról, hogy vajon annak hatására, hogy a unokánknak vagy a gyerekünknek 420 Facebook meg Twitter barátja van, tényleg több olyan barátja van-e, akinek megmondaná, hogy tegnap csalt a matek dogán, kiderült, hogy nincs. Olyan barátunk, akinek megmondjuk, hogy csaltunk a matek dogán, vagy összevesztünk a barátnőkkel, továbbra is 3-4 van. Akármit csinálunk a technológia. Tehát vannak a technológia, a külső köreinket, például a társasságban a külső köreinket bővíti, az intimitás világát nem. És így tovább. A kísérleti pszichológusok számára néhány izgalmas problémát sorolok fel. Ezek közül a felsőről fogok beszélni, aztán a jobboldaliról. Bocsánat, hogy egy tényleges kereső nevét írtam le, valószínű, hogy ez tilos. Tehát minden esetre a kereső motorok világa egy új külső memóriát teremt. Vajon ez az új külső memória, ez majd később fog kiderülni, 5-6 év múlva, hogy annyira megváltoztat-e minket, ahogyan Gutenberg megváltoztatott a könyvbontatással. Egy másik izgalmas kérdés, hogy az új szövegek, ingyen szövegek tengeri világában sokkal gyorsabban és másképpen olvasunk. Ennek van pessimista olvasata, Susan Greenfield pessimista olvasata, azt mondja, hogy a mai ifjúság felületes, lalala, sose érti, amit olvas, és tovább. Én úgy gondolom, hogy ezek a máshogy olvasás kérdések azt vetik fel, hogy abban az értelemben, hogy ilyen grafikai bigyók, azért mondom, mert ugye a nem alfabetikus nyelvekben nem lehet azt mondani, hogy a betűk és a szemünk közt létrejön kapcsolat. Szóval minden esetre a nyelvszavai és valami grafikai bigyók és a fejünk között létrejövő kapcsolat értelmében ma sokkal többet olvasunk, ezt elfelejtjük, sokkal többet olvasunk, mint olvastunk 40 évvel ezelőtt. Ma minden, ahhoz, amit 40 évvel ezelőtt akusztikus telefonon, hogyha egyáltalán volt telefonunk, intéztünk, azt ma mindenféle betű elrendezésekkel intézzük, és így tovább. És az izgalmas kérdés az, hogy hogyan tud az ember adaptálni, és tud-e adaptálni ahhoz, hogy máshogy kell olvasni az Anna Kareninát, mint a barátnőnktől érkezett SMS üzenetet, meg máshogy kell reagálni, tehát hogy sokféle olvasási mód alakul ki, és így tovább. A figyelem megosztásáról fogok majd egy-két dolgot részletesebben beszélni. Szóval az emlékezetről. Dan Wegner, a Harvard Egyetem kutatója és csoportja végzett nagyon sok izgalmas kutatást arról, hogy mi történik akkor, amikor az emberek különböző gépek lehetőségei között ülnek, hol számítógép állt rendelkezésükre, hol egy másik gép. Kiderült, hogy ha a gép egyáltalán jelen van, ez nagyon fontos, ha a gép egyáltalán jelen van, akkor állandóan a gépre gondolunk, és ha például egyetemistákat kérdeznek valamiről, akkor is, ha nem kapcsolhatják a gépet, azt gondolják, fú, de jó, megnézném, hogy tényleg Goethe egy időben élte. Mondjuk azt kérdezik tőle, hogy élte egy időben Goethe és Petőfi? Hú, de megnézném az interneten. Ahelyett, hogy gondolkoznak. Tehát a gép egyáltalán való léte már a mai egyetemista nemzedéknél, ugye ez egy 10 évvel ezelőtti vizsgálat,
egy olyan típusú attitűdbeli munkamegosztást eredményez, hogy na jó, majd megnézem az interneten. Ezeknek a megnézéseknek, bocsánat, hogy alig lehet látni, elég érdekes hatása van. Ha az emberek különböző információkat papírról, illetve webes keresésből tudnak, akkor többnyire jól emlékeznek arra, hogy hol találták meg a dolgot, sokkal kevésbé emlékeznek arra, hogy mit. Ez egy nagyon izgalmas kérdés a kognitív pszichológusoknak. Mi általában a mi emlékezeti rendszerünk szokvány hétköznapi eseményekre egyszer emlékezik a forrásra és a tartalomra, és úgy tűnik, hogy az új kereső rendszerek eltolják az ember emlékezeti rendszerét olyan irányba, ahol a tartalomra kevésbé emlékszünk, mint a forrásra, és így tovább. Jó. Na most a fő témája a rövid előadásomnak a figyelem problémája, ugye tudnunk kell, hogy a modern pszichológia, úgy értem modernet, hogy az utóbbi nemzedék pszichológiája visszaállította a figyelmet az emberi megismerési és társas kapcsolatok középpontjába. Sok szempontból önök között nagyon sok iskolában dolgozó pedagógus is van. Például az egész pedagógiai folyamatot úgy is lehet értelmezni, mint küzdelem a figyelem irányításáért. Ugye a tanítónénitől kezdve, de már az óvónénitől kezdve is, egy figyelem irányító rendszerként is értelmezhetjük a tudás átadása és a szabályátadás egész folyamatát, és ebbe a helyzetbe illeszkednek bele az új, hogy mondjam, disruptív technológiák. Mi a kísérleti pszichológiában, még mielőtt internet bármi volt, különböző katonai, elsősorban katonai okokból, az első és második világháború hatására nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy az ember tényleg képes-e két dolgot egyszerre csinálni. Általában arra a megállapításra jutott a kísérleti pszichológia, hogy az automatikus folyamatok kisebb szubjektív erőfeszítést igényelnek, az automatikus folyamatok nehezen felfüggeszthetők, ugyanakkor automatikus folyamatok közben nem automatikus folyamatokat lehet végezni. A figyelmet elvonó tényezők az automatikus folyamatokat nem zavarják, tehát kialakult egy olyan általános felfogás, hogy az embernek van egy korlátozott, mondjuk így kognitív, figyelmi feldolgozó rendszere, az automatikus rendszerek azonban ezt nem befolyásolják. A mai világban az lesz a kérdés, hogy vajon milyen értelemben, melyik tekinthető automatikusnak. Automatikus-e az, hogy jegyzetelünk egyetemi óra közben, és közben nem automatikus az, hogy levelezgetünk a szerelmünkkel. Csak néhány kérdést mutatok, nem fogok megkérdezni, csak mindenki töprengjen el ilyeneken, hogy világos legyen, hogy amikor az új technológiákat, mint diszruptív technológiákat értelmezzük ebben a hagyományos pszichológiai figyelemkeretben, mi mindenre gondolkodunk. Előfordult-e, hogy tévét nézett írás közben, mondjuk óravázlatot készít, és közben megy a tévé. Olvasás közben hallgat-e zenét. Előfordult-e már, hogy telefonálás közben csinálta valami már. Nekem a kollégáim rám szoktak szólni, hogy hagyd már abba a pötyörészést. Most vagy beszélünk, vagy írsz valamit, és így tovább. Előadás közben, vagy diákoknál, iskolai óra közben, csinál-e valamit a telefonon, küld-e SMS-eket, játszik-e, és így tovább. Most a klasszikus pszichológiai kérdésköre, most az automatizmuson, amit előbb említettem túl, az a figyelem megosztásával kapcsolatban az egyik oldal az, hogy a bemenetnél, illetve a kimenetnél tudunk-e egyszerre két dolgot csinálni, és a kettő között milyen versengések vannak. Az általános laboratóriumi pszichológia eredménye 120 év alatt az, hogy ha a két feladat nagyon hasonló, akkor nagyon nagy az interferencia. Nem lehet két dolgot egyszerre csinálni, hogyha az egyik komplex.
Ugyanakkor a hozzáértés, ez felel meg az automatizációnak, a hozzáértés nagy mértékben lehetővé teszi. Az ábra itt azt mutatja, hogy két rivális elmélet van a pszichológián belül. Az egyik elmélet szerint az embernek egyetlen egy közös, mondjuk így, figyelmi rendszere van, a másik szerint különböző bemeneti figyelmei rendszerünk vannak. Bocsánat, hogy ilyen halvány az ábra. Látvány, akusztikus és mozgató figyelmi rendszereink lennének. Ennek a technikai kérdéseit most nem fogjuk eldönteni, annyit érdemes tudni, hogy nem csak az iskolai diszrupcióval kapcsolatban, hanem általában a kísérleti pszichológiában nagy vita van e két elmélet között. Hadd mondjak egy olyan példát, amit ma már nehezen lehetne megvalósítani. Az egyik elmélet, ami emellett szóló érveket sorolt fel, azt arra volt kíváncsi, 40 évvel ezelőtti kísérlet, a szövegszerkesztő előtti világban, hogy behozta az Egyesült Királyság nyertes gépírónőit, 10 nyertes gépírónőt vizsgált meg, abból a szempontból, hogy a nyertes gépírónők képesek-e szövegmásolás közben, ahol előttük volt a szöveg és másolták, szövegmásolás közben beszélgetni. Képesek voltak. A második 10 már nem volt képes. Ez azt jelentette, hogy őnáluk két folyamat, a szövegmásolás és a beszélgetés teljesen el tudott válni egymástól. Jó, időm megy. Ugye 3 kérdés jön az új közegben. Csinálunk egyszerre dolgot, több dolgot, hogyan csábolunk el, és hogyan tudunk hosszú távon feladatot tartani. Tengernyi szociológiai felmérés van arra, hogy mi mindent csinálunk. 10 évvel ezelőtti felmérés Smith adatai amerikai egyetemistáktól naponta 110 különböző üzenetet váltottak. Ebbe a SMS és a különböző egyéb szöveges üzenetek tartoznak bele. Az is kiderül, hogy egyetemi közegekben a teljesítmény nyitott laptop, nyitott mobiltelefon mellett 30%-kal romlik. És ugyanakkor, és ez nagyon fontos mozzanat, ezt egy csomó szorongásos tényező kíséri. A laboratóriumi helyzetben elkérjük, az ábrák ugye azt mutatják, hogy kaliforniai egyetemisták 7-8 évvel ezelőtt mi mindent csinálnak, mi mindent használnak. Tengernyi önbeszámolós típusú kutatás van. Ezeknek a metaelemzéséről beszélek egy kicsit. Ugye nagyon nehéz jó vizsgálatokat, tessék megnézni az alsó sort, 676 vizsgálatból, ez a 2018-as metaelemzés 50 vizsgálatot választott ki, ahol világos a technika, jól követhetők az adatok, de ez is elég nagy, 27 ezer személy adatai. Arra voltak kíváncsiak, hogy megkérdezték az embereket, hogy szoktál-e egyetemi óra közben szoktál-e üzeneteket küldeni egyetemi óra közben, és ezt vetik össze a tanulmányi teljesítménnyel. Mi derül ki? Az egyik az, hogy kicsit, de nagyon szignifikánsan, vagy nagyon megbízhatóan rontja a tanulást a társas médiumok használata, Facebook, Twitter és így tovább, óra alatt. Ha ténylegesen használja, tehát mikor rákérdezünk, hogy küldte-e most ezen az órán SMS-t, akkor az óra után lévő tesztelésbe is rontja. Ugyanakkor a harmadik pont azt mutatja, hogyha tanulási célra, a tanár tanulási célra használja a társas médiákat, vagy társas közegeket, akkor az javítja a tanulási teljesítményt. Mi az, hogy nincs kulturális és nincs nemzedéki hatás? 27 ezer embernél összehasonlítottak fejlett, Egyesült Államok, Kanada, közepesen fejlett, Hongkong, Magyarország, és fejletlen, Mongólia, és Polinézia országokat,
Nincsen a kultúrák közötti különbség. Ebben a tekintetben is nincs életkori hatása. 14 éveseket és 24 éveseket összehasonlítva, tehát YZQXY generációs hatások nincsenek. Amikor valóban megvizsgáljuk, ők is abból indultak ki. Ez az ábra, ez azt mutatja, hogy valójában a szociális médiumok használata, az elsősorban ez az egyetlen pozitív tényező, azáltal rontja a tanulási teljesítményt, hogy túl sok időt vesz el. Tehát az idő elrablása fontosabb tényező, mint hogy pont az óra alatt most megzavar. Jó. Amikor laboratóriumi típusú helyzetben nézzük, akkor az derül ki, hogy az olvasás kicsit lelassul, akkor, amikor különböző feladatokat végzünk. Ugyanakkor érdekes módon, különösen, hogyha zene folyik olvasás közben, a megértést könnyű szövegeknél éppenséggel javítja. Tehát itt ez egy nagyon furcsa. Egyetemi órákat szimulálva kifejezetten mobiltelefonos technológiával, ahol egy tananyagot kellett 30 perc alatt megtanulni úgy, hogy a tanár előadta, általában azt látjuk a kék ábrák bal oldalt, hogy ha használhatnak mobiltelefont, akkor romlik a teljesítményük, ha pedig ténylegesen használják, ezt videó megfigyeléssel nézték, hogy Marika tényleg megnézte az e-mailjét és így tovább, akkor még jobban romlik. Ezeket itten átugrom, pessimista képet is átugrom. Én azt mondom, hogy igazából a jobboldali színes oldalakat nézzük, hogy a laboratóriumi pszichológiának és általában a kísérleti pszichológiának izgalmas stratégiai kérdése a stratégiai feladat megosztás vizsgálata. Mindezekben, ahol adataink vannak, az mindig arra vonatkozik, hogy éppen az óra közben mit csinálunk. De arra vonatkozóan, hogy a feladattudat alakítása, és a többször, ugye gondoljuk végig, hogy már az is feladattudat, és hosszú távú multitasking, hogy egy gimnazista tudja, hogy meg kell csinálnom a földrajz leckét, meg a latin leckét. Két különböző feladatom van, és közben a végére hagyom a matekot, mert az a legkönnyebb. Ez is egy multitasking helyzet. Tehát ezeknek a problémáknak a behelyezése a többszörös feladatvégzés keretébe, és az utolsó, hogy valójában milyen szerepe is van a többszörös feladatvégzésnek az unalomkerülésben, mint alapvető emberi stratégiába. Én ezekhez a hatékony megosztásokhoz sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!